Sziasztok, tesztelők.hu követők, én Zoli vagyok, és kellemes estét, kora estét kívánok nektek. A mai live-unknak az alanya az egy nagyon klasszikus autó a hazai piacon, és azt hiszem, hogy Dunát lehet a használt verziókkal rekeszteni belőle az előző generációkból. Itt talán különösen érdekes a téma, hogy mit hoztak ki belőle a legutóbbi generációból a tervezők, és ebből is egy sportos változat lesz, vagy pedig mi is az, azt már is mutatom. A kamera fókuszában a aktuális Ford Focus szerepel, úgyhogy most menjünk is közelebb és megmutatom nektek az autót. Ez tehát itt a aszfalt körök között, amit természetesen nem én rajzoltam, hiszen ez egy elsőkerekes családi autó, bármennyire is vadul néz ki. Ez egy Ford Focus ST Line X. 1 literes mild hybrid EcoBoost motorral szerelve, de hát nagyon nem is lehet mással kapni, majd kicsit később erről is beszélünk, úgyhogy ebben nincs semmi meglepő, és ennek a fantasztikus piros fényezésnek pedig a neve az meglepő módon a Fantastic Red. Úgyhogy kihoztam itt nektek kicsit a napra, itt talán este fele már én sem fogok megsülni, és tudok kicsit mesélni az autóról, viszont igazán így adja ki a színét, mert eszméletlen jól néz ki. És ebben a színben igazán kijönnek ezek a sportos kiegészítők, amik az ST Line csomag miatt vannak az autón. Tehát ő még egyszer az aktuális Ford Focus, ST Line X felszereltségben, ami egy sportverziót akar, ez nagyjából egy olyan 1,5 centivel ültetett futóművet jelent, illetve mindenféle sportos kiegészítőket, amit meg is mutatok nektek. Kezdhetjük már is itt hátul ezzel a szép nagy méretes spoilerrel, ami azért a klasszikus ötajtóson nyilván nem ekkora és elég látványos. Aztán, hogy itt haladunk hátra, a lámpatestek azok nem módosultak, tehát ezek az alap ledes lámpatestek, amik a sima fókuszon is megtalálhatóak, viszont itt a hátsó kis kötényes ölökhárító az már sportosabb, kapunk dupla kipufogót, hiszen ez egyébként már egy 155 lóerős, kifejezetten vad 1 literes változat, és itt még ez a kis diffúzor imitáció is az ST-Line felszereltségnek köszönhető. Itt, ha haladunk tovább gyönyörű vonalak mentén, akkor itt feltűnhetnek ezek a titán, vagy nem is tudom milyen színnel megfogalmazható acélszürke felnik. Ezek is az ST-Line felszereltséghez tartoznak, illetve a piros féknyergek, amik további sportos érzetet kölcsönöznek az autónak. Vannak itt még izgalmas küszöbeink, de talán elmondhatom, hogy szerintem ez a legszexibb fókusz generáció. Eddig egy ilyen kis beleolvadunk a forgalomba típusú szappantartó volt a fókusz, és ez se kifejezetten kirívó, és nagyon sokat számít, hogy milyen színe van neki, de ebben a vörös fényezésben ST-Line felszereltséggel egészen feltűnő jelenség az utakon, már-már mazdáson feltűnő, csak ez talán egy kicsit még európai, még fogyaszthatóbb a számunkra, nem véletlenül. Finom kis feliratok, részletek mutatják továbbra is, hogy ST-Line felszereltségben van dolgunk. Itt felhívnám a figyelmet még a motorháztetőre, ahol nagyon-nagyon izgalmas ívekkel játszottak el a tervezők, hogy kicsit többet kapjunk, mint egy átlagos családi autó, és szerintem dizájnban az aktuális fókusz az nagyon ott van a toppon. Ezen a tesztautón már 400.000 forint felárba kerülő adaptív LED-fényszórók vannak, de ezek nem véletlenül mutatnak ilyen jól, és emellett pedig itt is láthatjuk itt az első lökhárító alján ezeket a sportos betéteket, amik az ST-Line felszereltséghez tartoznak. Itt jól látjátok, hogy hát ez csak egy úgymond imitált beömlő, ahol a ködlámpa kapott helyet, úgyhogy igazából itt funkcionális légterelő elemet nem nagyon láthatunk, de hát ezt manapság megszoktuk, 155 lóerővel egyébként sincs erre szükség. És előről is kifejezetten vad, úgyhogy megmondom őszintén, én beleszerettem. Dizájnra nem sok ennél izgalmasabb, mégis fogyasztható és európai szemnek is kedves ötajtós autót kaphatunk manapság, úgyhogy engem abszolút megnyert külsőre, de nyilván ezt döntsétek el ti, úgyhogy ha van véleményetek, akkor írjátok le a live alá. Én pedig most megmutatnám a csomagteret, hogy belemenjünk kicsit a részletekbe is. Ami az ötajtós verzióban 375 liter takar,
és még síalagutat is tettek bele a tervezők. Nyilván ez felszereltség kérdése is, de ezen az elég maxos felszereltségen egyébként már ez is található, úgyhogy szerintem egy ilyen 2 plusz 1 fős családnak abszolút elég lehet, haverokkal le lehet ugrani a Balatonra, síálni, erre teljesen megfelel ez a 375 liter. Viszont a csomagtér alatt itt már a Bengendalózen hifinek a mély nyomója található, úgyhogy itt sok más értékes tárlóhelyet nem találhatunk. Ez egy átlag kompaktos érték. Viszont ami nagyon szimpatikus, hogy mind a kettő oldalt tettek, lehúzott a tervezők. Ez is egy apróság, és mondhatnánk, hogy fölösleges, de azért a hétköznapi kényelemhez valamennyire mégiscsak hozzájárul. És hogyha már itt vagyunk kint, akkor gyorsan meg is mutatom a motort, hogy miről van itt pontosan szó. Ugyanis ezt már belengedtem nektek, hogy mild hybrid, és hogy 1 literes, hiszen nagyon más erőforrással nem is lehet kapni manapság a fókuszt, ami sajnálatos, de hát 2021-ben ezen már nem lepődik meg senki. Úgyhogy egy kis elnézést kérek, amíg itt nem láttok a kamerától, amíg kinyitom a motorteret. Ő tehát itt a már jól ismert 1 literes EcoBoost. Nyilván nagyon sokat reszeltek ezen már a tervezők. Ugye az első években, így a 2010-es évek eleje közepén még nem volt annyira népszerű, illetve talán nem volt annyira sikeres ez a motorcsalád, és mindenféle gondokról lehetett hallani, illetve hogy hosszú távon nem olyan tartósak ezek a motorok, de hát nyilván folyamatosan fejlesztenek ezen a Fordnál, és talán emiatt is van az, hogy szerintem most már azért sokkal-sokkal stabilabb konstrukció ez, mint évekkel ezelőtt volt, és most már nem kell tőle annyira félni, főleg ha azt vesszük alapul, hogy más benzines erőforrással igazából már nem kapható ez az autó. Közben kaptunk egy kis társaságot, de szerintem itt az urak csak megfordulnak. Így van, úgyhogy elnézést a kellemetlen hanghatásokért. Szóval ő itt 1 liter, és 155 lóerő, tehát azért rendesen meg van fújva, és egy 48 voltos mild hybrid rendszere van kiegészítve. A fagyasztásban így nem igazán érzékelhető ez a plusz, viszont elindulásoknál egy kicsit segít azon, hogy picit dinamikusabban, kisebb turbójukkal induljon el az autó, úgyhogy van kényelmi haszna, de hát ez leginkább azért van, hogy egy kis széndioxid kótát spóroljunk a Fordnak. Egy modern motor, a fogyasztásban sem kell tőle olyan rettentő sokat várni. Igazából csodák nincsenek, hogy a 155 lóerő, ahogy mondtam, tehát azért nem gyenge egyáltalán, és korábban a 150 lovas verzió az másfél literes volt, szintén háromhengeres egyébként, ez most 1 liter. Városban én bevallom, hát ilyen 8,4-8,5 litereket most kihúztam belőle ebbe a nagy melegbe, rengeteg dugóba, ami nem egy kiemelkedő érték, ha azt nézzük, hogy 1 literes a motor, ahhoz képest viszont, hogy 155 lóerő, az azt gondolom, hogy korrekt, és így 9,1 másodperccel van 100-on, tehát igazából dinamikus tud lenni. De egyébként országúton visszafogva magunkat egy olyan 6,5-7 liter közé bőven lehet szorítani a fogyasztás, ami tök jó, nagy átlagban 7-7,5 az, ami a tesztautóban benne van, és amit korábban előttem is produkáltak a tesztelő kollégák, úgyhogy hát erről röviden ennyit. Most lecsukom a motorháztetőt, és már jövök is vissza. Úgyhogy alapvetően nagyon csinos, mérsékelten takarékos, de elég jól ugrik ezzel az 1 literes motorral, és viszonylag jó vezetni. Azért a fókuszok híresek arról, hogy meg a Fordok általában, hogy azért futóműbe elég igényes cuccot raknak alá. Ez még most is érvényes, és az aktuális generáció is egy rendkívül agilis és jól vezethető autó, különösen ezzel az ST-Line felszereltséggel. Így kifejezetten élmény egyébként menni vele. Nyilván a három hengeres motor az ízlés kérdése, hangban nem ad túl sokat hozzá az élményhez, sőt, néha kicsit kellemetlen, de hát ezzel kell operálni. Van még belőle dízel verzió, de azt nehéz lesz értékesíteni használtan, illetve ugye ezek az 1 literes verziók, illetve még ott van az ST, de hát az már 280 lóerő, azért az már nem mindenkinek szól, bár el tudom képzelni, hogy az a legjobb vétel belőle, de átlag családoknak ez is bőségesen elég, és szerintem az első jó pár évben ez kiszolgál majd hibátlanul. Úgyhogy engedjetek meg itt nekem egy kis technikai szünetet, amíg beállunk egy olyan helyre, hogy ne legyen árnyék, hogy jól meg tudjátok nézni a belsőt. Úgyhogy igazából 2 másodperc, és már vissza is tértem. Na, és már itt is vagyunk. Csak muszáj volt megmutatni a fényezést ilyen szép napos időben, mert egyértelműen úgy jön ki ez a szín. De most már visszatérünk itt a belsőhöz. És amíg kiszállok, hogy megmutassam, addig le is állítom, mert azért pittyeg.
Szóval így néz ki belülről az ST Line X. Itt azért már kapunk sportüléseket, szövet és bőrkárpitot, és ilyen izgalmas kis vörös varrást, amit meg is mutatok nektek. És azt gondolom, hogy egyébként van is oldaltartása, nem rengeteg, de azért sportfelszereltséghez már mérten ad valamennyi extrát a sima ülésekhez képest, úgyhogy ebből a szempontból ez egy, megint egy pozitív hozadék az ST-Line felszereltségnek, illetve amik ilyen kis díszítések vannak még, ezek a műanyag, de karbon imitált betétek. Hát van egy kis bőrözés az ajtón, ezek pedig viszonylag puha műanyagok itt, és a felszereltségben egyébként ez egy nagyon full extras autó, be van pipálva a 10 hangszórós Bang & Olufsen hifi, fűthető szélvédő, ülésfűtés, tehát azért ez egy elég jól extrázott autó, digitális műszerfalra és hasonló extra dolgokkal. Ja, most meg is mutatom itt a műszeregységet. Ha valaki nemrég nézte az Explorer live-unkat, akkor hát nagyon hasonló a produkció, amit a Focus nyújt. Egy rövid Focus felirat felvillanása után ez a klasszikus Fordos digitális műszeregység, ami mértékkel konfigurálható, viszont alapvetően remekül ellátja a funkcióját és hasznos. De középre kiirattatjuk az aktuális trip információkat, a táblákat, csak most itt pont nem látott egyet sem itt a parkolóban. Az, hogy éppen visszatölt a rendszer, vagy éppen a turbó tölte, illetve mindenféle ilyen keréknyomás visszajelző, stb. Stb. Tehát alapvetően ez az alapnézet, és itt még van egy kis gombunk, amivel itt az ST-Line-ban már lehet váltogatni a módokat is az autóban. Van egy normál üzemmódunk, ezt imitálja ez a kis kék szín, illetve van még egy Eco. Ecoban igazából nem sok minden változás történik, itt a műszerfalnak a színe változik meg, és kicsit finomabban reagál a gázreakcióra az autó. Illetve van még nekünk itt egy Sport, ahol kicsit érettek el a gázpedál, és sokkal jobb lesz a reakciója az autónak. Alapvetően a viselkedése nem változik meg, de ha haladni akarunk és kicsit autókázni, akkor arra tök jó, mert vezetni nagyon-nagyon jó élmény a Focus, ugyanis baromi stabil, nagyon kezesen viselkedik, nagyon jó a visszajelzése, tehát igazából, hogyha nem ez a háromhengeres motor lenne benne, akkor egy kifejezetten élmény autó lenne, így egy korrekt családi autó, ami a 21. századi igényeknek megfelel. Van itt még egy 8-szoros központi kijelzőnk, ami szintén a szokásos Ford rendszert hozza. Alapvetően egy kicsit lassú, és hogyha nagyon gyorsan nyomkodjuk, akkor meg lehet tréfálni, és kicsit összeakad, de az alapi igényeknek teljesen jól megfelel, nagyon gyorsan össze lehet kapcsolni a telefonnal, és viszonylag egyébként gyorsan reagál az új mozdulatokra, addig, amíg nem nyomkodjuk össze-vissza, mert akkor kicsit megzavarodik. Itt lehet a hangerőt állítani, lehet bekapcsolni a rádiót, vannak klasszikus léptetőgombok, és ami még nagyon dicséretes, hogy itt van egy teljesen, bocsánat, csak följebb veszem a rostélyokat, hogy ne fújjon bele a hangba, és itt van egy teljesen analóg, klasszikus klímapanel, amiben azért egy kis digitális kijelző mégis belekerült, bár ugyanezt a hőfokot egyébként a felső képernyőn is nyomon követhetjük, úgyhogy ez igazából nem is annyira fontos. Itt kapcsolhatjuk az ülésfűtést, és gyakorlatilag mindent, hogy hova fújjon az autó, és ez egy nagyon praktikus dolog, mert nem sokat kell lenézni, elég gyorsan meg lehet tanulni, úgyhogy a beltér ergonómiája szerintem nagyon-nagyon rendben van, és ugye nem olyan fancy, mint mondjuk bizonyos német kihívóké, de nagyon jó az összkép, és szerintem elég kulturált ez a megjelenés. Itt is kapunk ilyen kis imitált karbonbetétet a műszerfalba. Ugyanakkor amennyire jól néz ki az összkép, azért az anyagok minősége azért annyira már nem olyan magas szintű. Hát, hogyha itt erősen megfogunk mindent, akkor azért itt már recsegnek, ropognak a műanyagok egy kicsit, mint az Explorerbe, ami nyilván itt elfogadható, de azért ez az autó, ez már majdnem 11 millió forintra van konfigurálva, tehát úgy gondolom, hogyha ez egy sima alap családi kis fókuszba valami connected felszereltségnél van mondjuk 8 millió környékén, akkor az teljesen elfogadható, itt már egy kicsit azért ezt sajnálom. Itt van a váltó, aminek a kapcsolási érzete az egyébként egész jó, nem túl fémes, tehát picit műanyag, de alapvetően pontos, és manapság abszolút a jó váltók közé lehet sorolni. És itt kapcsolhatjuk ki a start-stopot, nagyon fontos, külön gombot kaptunk hozzá, ami nagyon-nagyon hasznos, főleg ilyen nyári napokon, amikor a lámpánál leáll a motor, és így a klímakompresszor sem pörög, mert akkor eléggé melegünk tud lenni. Itt kapcsolhatjuk még a menetmódokat, illetve ez a kis gomb, ez a head-up display-nek a gombja. Ami furcsa, hogy pont ide került, de nem baj, mert legalább van is hasznos. Úgyhogy én most ezt be is nyomom nektek. Ez egy 140 ezer forintos kiegészítő. Ilyenkor itt a műszerfalból előbújik ez a kis plexilap,
és akkor itt láthatjuk ugyanúgy a navigációnak az irányjelzéseit, a táblákat, illetve azt, hogy mennyivel megyünk. Szerintem alapvetően jól működik, hasznos, de egy ilyen digitális műszeretséggel nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nagyon fontos kiegészítője az autónak. Én lehet, hogy megsporolnám azt a 150 ezer forintot, de hát ízlés kérdése. És akkor itt még gyorsan megmutatom a hátsó részt is. Ha már itt vagyunk, akkor bocsánat, ezt még hadd tegyem hozzá. Ugye az ajtónak nagyon jó a formája, és ez az ablakív is elég dögös, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ez együtt nyílik az ajtóval, és azért ez egy elég széles kis extra rész, amire nem számítunk alapból, és ez nagyon jó mellkason tudja vágni az embert, úgyhogy erre érdemes figyelni. Viszont ami cserébe praktikus, az ez a kis élvédő, ami minden ajtónál van, és hogyha becsukjuk az ajtót, nyilván becsukszik, és hogyha kinyitjuk, akkor pedig előugrik. Úgyhogy ez nagyon hasznos, hogy ne csapjuk oda a bevásárlókocsikhoz, vagy ne csapjuk oda a más parkolóautókhoz az ajtót, és ez is egy klasszikus Fordos jellemző. És akkor itt van még itt a hátsó rész. Alapvetően itt is ugyanez a bőrszövet-kárpit kombinációval találkozunk, az ajtókon is nagyjából ugyanaz a minőségi műanyag található, viszont ami nagyon fontos, hogy az előtthöz képest kicsit nőtt az autó, és nőtt a tengelytáv is 2,7 méter, így sokkal kellemesebb az utastér, és sokkal jobban elférni hátul is. Most bocsánat, itt a fotós cuccok helyet kaptak még, de talán így is látszik, hogy egész jó a tér. És ha itt beülök magam mögé, akkor azért jól látszik, hogy 172-3 centivel gigantikus a lábtér, de hogyha gondoljuk azt, hogy mondjuk normális méretű felnőttek beülnek ide, akkor is azért még bőségesen maradt tér. Úgyhogy akinek a 5 ajtós tetszik és nem tervez nagyon-nagyon nagy családot a közeljövőben, azt szerintem nyugodtan megveheti, mert nagyon jó a tér. Annyi a hátránya viszont sajnos itt a fókusznak, hogy itt nem kapunk levegő befújó rostélyokat, így hátulra nem jut extra levegő, de legalább 12 voltos csatlakozónk van. És innen láthatjátok még a beltének az összképét. Ahogy mondtam, alapvetően gusztusos, jól mutat ebben a sport felszereltségben, kicsit az anyagok minőségén megjavíthattak volna, de ennek ellenére viszont legalább ergonómiában rendben van, jól kezelhető, és a Bang & Olufsen hifi is kitesz magáért, teljesen jól szól. Úgyhogy röviden ennyi lett volna a Ford Focus ST Line X. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor tegyétek fel a live alá, és nagyon szívesen megválaszoljuk ott is, illetve a cikkben is, ami hamarosan érkezik. Ha van véleményetek az autóról, akkor írjátok le, és kövessétek a tesztelő.hu-t, mert hamarosan érkezik róla a teszt, amikor még az irányíthatóságról, a futóműről, a vezetési élményről kicsit bővenben beszélünk. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!